Cegléd-város településképvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását támogatni fogja a frakció, mondta Hörömpő Anna Mária. Számos lakossági kérelem érkezett, melyet a város főépítésze figyelembe vett. Ilyen például az öreg szőlők zárt kertes területén élők kérelme arra vonatkozóan, hogy körzetükben gerendaházak elhelyezhetőek legyenek. Cegléd-város gazdasági helyzete, pénzügyi helyzete stabil. A város folyószámla vezetéséhez tartozik egy folyószámla hitelkeret is, mely mindig minden évben decemberrel aktuális, ez egy éven belüli keret. Ennek megújítására most fog sor kerülni. Ezzel kapcsolatban talán a legfontosabb tudnivaló, hogy az elmúlt évek alapján, így 2018-ban is elmondható, hogy egyetlen forint sem lett belőle felhasználva, igénybe véve. Reméljük, ez 2019-ben is így lesz. A város önkormányzatának vagyon és felelősség biztosítása lejár, ezért új ajánlatokat kértek be. Összesen 5 biztosítótól érkezett 11 ajánlat. Ezek közül azt választotta ki a városvezetés, amely legszélesebb körben fedi le a biztosított vagyontárgyak körét a legkedvezőbb ajánlattal. A Fidesz frakció a város számára a legkedvezőbb ajánlatot fogja támogatni, fogalmazott Hörömpő Anna Mária. Mindezek mellett talán a legfontosabb, hogy nagyon boldog, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk kedves mindannyiójuknak. Teljék családjukban, szeretetteljesen, békességben az ünnepek úgy, ahogy önök eltervezték, és nagyon boldog, áldott, sikerekben gazdag új évet kívánunk.